Szeretettel köszöntök mindenkit a Magyar Rovatlani Társaság 814. előadóülésén. És nagy örömmel tölt el, hogy nagyon sok számomra ismeretlen arcot látok a hallgatóság sorai között. Tiszteltel köszöntök őket is. A mai előadóülésünk Kozár Ferenc emlékének szentelődik. Tiszteltel köszöntöm a rokonságot, a család képviselőit. És mielőtt az előadó és megkezdeném, körbeadnám a vendégkönyvet. Illetőleg a Lórász híradóból még vannak itt kinyomtatott példányok, aki el szeretne vinni belőle, ezt nyugodtan tegyen. Azt hiszem az előadók tényleg mindent el fognak Feri életéről, munkásságáról mondani, úgyhogy én most nem is kívánok előtte tisztelegni, a tudozó emléke előtt tisztelegni, hanem fel is kérném azonnal a kis Balázs, a tanúvegyek csúcsaitól az autópályákig emlékeink dr. Kozár Ferencről című előadásra. Köszönöm szépen! Szeretettel üdvözlök mindenkit! Talán ebben a körben nem is feltétlenül kellene ezt azzal kezdeni, de mivel kezdem, de hát azért első előadóként mégis hát ugye el kell, hogy mondjam, hogy Kozár Ferenc a világ egyik legjelentősebb vastetű specialistája volt, és egyben életműve alapján hát az egyik legjelentősebb életművet alkotó hazai rovarász. Talán annyit azért ebben a körben hangsúlyozni szeretnék, hogy sokan talán csak taxonómiai, faunisztikai munkásságát ismerik Ferinek nagyon jelentős ökológiai, növényvédelmi, állattani munkái is voltak. Tehát 90-es években egy szerzős cikket közölt az ökológiában arról, hogy a pajzstetvek mennyiben szorítják ki egymást, vagy nem szorítják ki. Tehát mindenféle elmélet, tehát jelentős elméleti kérdések kapcsán is, illetve nagyon mélyen foglalkozott a klímaváltozás témakörével is, amiről majd később ilyenekben lesz szó. Ugyanakkor hát azt tudjuk, hogy sok esetben a szakmai nagyság, illetve az emberi erkölcsi kvalitás nem törvényszerű, hogy együtt járjon. Hát Feri esetében el kell mondani, hogy Feri emberileg is egy olyan példakép és minta volt, hogy ami tényleg hát ritkaság számba megy, egy hihetetlenül végtelen természetes, humánus és segítőkész ember volt, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ha nem is hogyha nem rovarász lett volna, akkor is hát életem nagy ajándékának tartanám azt, hogy hát mint egy 20 évig a kollégája lehettem, illetve hát együtt dolgozhattunk. Hát ez az előadás elsősorban az én személyes, azokat a pontokat próbálja megvilágítani, ahol mondjuk én kötődök Ferihez. Nyilván hát Feri teljes munkásságát nem ismereli föl, nem is ez a célja, inkább csak képeket szeretnék felvillantani. Hát az elmúlt 20 évből. Tehát én 1993-ban kerültem az intézetbe, ahol konzulensem dr. Samu Ferenc volt. És hát Feri és Amu Ferencnek volt a konzulense, úgyhogy hát egyfajta szakmai nagyapámként tekinthettem rá rögtön. Különösen azért, mert a szobája, hát mind az utolsó időkig Amu Ferenc szobájával szemben volt, ezért hát hallgatóként sokszor hát munkaidőn kívül is az ember az intézetben van, és hát már ekkor valamiféle kapcsolat kialakult közöttünk, mert azért annak van egy varázsa, amikor már csak két-három ember van az intézetben, akár hétvégén, akár este felé, és hát ez azért hát összehozza az embereket. Szakmailag az első időszakban hát ugye viszonylag sok közünk nem volt egymáshoz, hiszen én egy pókokkal foglalkoztam, és azon belül is kísérletes dolgokkal, tehát faunisztikához sem volt közöm. Hát mégis a kezdeti évek tisztelete hát szép lassan egy
olyan személyes kapcsolattal ment át, ami hát szinte törvényszerűen hozta magával, hogy valamilyen szinten közös munkákba is fogjunk. És igazából a kapcsolatunk, ez magyarázza a cím első felét, a Balatonfelvidéki tanúhegyek vizsgálatával kapcsán hát erősödött meg. Ezeknek a munkáknak a kapcsán 1999 és 2003 között évente kétszer négy tanúhegyet másztunk meg. Ugye, aki ismeri ezeket a helyeket, az tudja, hogy ez ténylegesen azért mászást jelent, hiszen nem lehet ezeknek a tetejére gépkocsival fölmenni. És hát mondjuk Feri ekkor már 55 és 60 év között volt, de hát meg kell mondjam, hogy ő diktálta mindig a tempót, néha kicsit szinte nekem kellett kapaszkodjak, hogy olyan bozótokon vágjak át, ahol hát én magamtól nem szívesen mentem volna át. Például a Szentgyörgyhegynek a déli oldalán, amikor átvágtunk, hogy a Bazalt-Odonák tetején azt a kis sávot megmintázzuk, ami hát a pajzsdefek szempontjából hát érdekes volt. Ugye Feri egy nagyon rendszerezett ember volt, és hát nagyon szeretne, hogyha a különböző sorozatok végigmennek, a munkák be vannak fejezve. Igazából ennek a munkának az egyik célja az volt az ő részéről, hogy hát hogyha vannak ezek a nemzeti parki kötetek, akkor már pedig ezt majd a Balatoni Felvidéki Nemzeti Parkra is meg kell csinálni, és hát ennek szerette volna az alapvetését megtenni. Hát végül is az eredményeket ennek ellenére, ugye ilyen kötet még nincsen, különböző helyeken szétszórva kerültek publikálásra. De hát az látszott, hogy elsősorban a Szentgyörgyhegy tetején rendkívül gazdag faunát talált Feri, ami azért is érdekes volt, hogy pont ebben az időszakban hát le is égett egyszer a teteje, és nagyon kis területekre szorult vissza a gyűjtési lehetőség. Tehát igazából ezek a balatoni felvidéki gyűjtések során kerültünk egymáshoz közel, majd az ezt követő években foglalkozott felé rengeteget trópusi anyagokkal, a malomkaféle, balokféle gyűjtési anyagokat dolgozta föl, és hát ugye ebben az időben szinte az volt a legnagyobb problémája, hogy hát hogy találjon ki annyi nevet, ahány új fajt hát talál ezekben a trópusi anyagokban. És hát én akkor még faunisztikával még csak akkor kezdtem el foglalkozni, úgyhogy én hát nagyon megtisztelve éreztem magam, amikor hát egy ilyen kis gömbölyzetebb pajzstetűnek a én nevemet adta, és akkor úgy éreztem, hogy hát ennél magasabb, de én már az örök létben nem, örökké valóságban nem fogom vinni, mint sem, hogy egy brazíliai fajnak a nevében szerepelek. A másik nevet fölül azt csak azért idézem, mert hát érdekes, hogy ugye négy szó, mind a négy szó négy név, ugye a nemzetségnél ugye Zsuzsára utal, Feri asszisztens nőjére, aki hát gyakorlatilag nagyon nagyot lendített Ferinek a taxonomiai munkásságán, mert hát itt látni ezt a felírást, hát Ferinek igencsak hát szögletes gépekúrva írása volt, és hát azt lehet mondani, hogy ahol Feri volt a fej, ott azért hát elsősorban Zsuzsa volt a kéz, a gondolk itt a rajzokra, illetve a preparálásra. És hát mondjuk ekkor már én rendszeresen gyűjtögettem Ferinek, tehát hogyha érdekesebb területeken voltam, akkor már hát nagyjából az együtt töltött munkák alapján már úgy nagyjából tudtam, hogy miket szeret, tehát mondjuk szereti a Stimuszt, Festukát, milyen jellegű élőhelyeket szeret. És hát egy kicsit bővebben szeretnék egy olyan eredményről beszélni Ferinek, ami hát nekem mindenképpen a legkedvesebb, de szerintem neki is az egyik legkedvesebb eredménye volt.
nevezetesen egy tudományra új nemzetségnek a megtalálása. Tehát amikor azt hittem, hogy csak egy brazíliai fajnév lesz az én csúcs teljesítményem, akkor kiderült, hogy tévedtem, mert teljesen véletlenül egy nem természetvédelmi területen a 8-as út mellett gyűjtöttem. Én elsősorban akkor egy parlagfű projekten dolgoztam, Baski Zsuzsa parlagfű projektjében, és hát nagyon érdekes volt, aki ismeri ezt a területet a 8-as út mellett, ugye egy ilyen popár birkalegelőnek használt helyenként árvalántajas terület, több 10 kilométer hosszan. És a bemenő földutak mentén nagyon sokszor tényleg látványosan ott van ez a parlagfű. Hát én ezért kerültem ide, de hát ha már ott voltam, hát egészen az út mellől szedtem egy mintát Ferinek. Ez egy hétfői nap volt, megnéztem a cikket július 4-e, ami hát valószínűleg este került föl Feriékhez, és hát még a héten Zsuzsa kiválogatta, és már Zsuzsa mondta, hogy hát valami nagyon furcsát fogtam, mert picike-picike, de nem lágva, és hát nem tudja, hogy micsoda. És hát ugye izgatottan vártuk Ferit, hogy mégis mi lehet ez, és hát ugye Zsuzsa is sokszor mesélte, hogy annak a történetét, ahogy Feri a maga hát nyugodt módján szép lassan, hát előbb azt mondta, hogy hát ez biztosan, hogy műfaj, aztán előbb-utóbb hát megállapította újabb és újabb könyvek elővétele után, hogy hát nem hogy műfaj, hanem új nemzetségről is van szó. Tehát én úgy gondolom, hogy Feri számára is ez egy különösen értékes találat volt, hiszen azért Magyarországról, tehát Európából egy jól kutatott területről tudománya új génuszt azért még a kevésbé ismert taxonomia sem minden nap hát kerül elő, illetve írnak le. Úgyhogy talán annyit még itt idéznék, hogy ennek a fajnak a specialitásai ezek az ötsejtű birigyek, ami hát ugye a génuszt megkülönbözteti a családon belül. És hát Feri mondta, hogy tulajdonképpen hasonlónak a megjelenésére számított volna, de eszébe nem jutott volna, hogy ez a mérsékelt égőből fog egy hasonló összekötő láncem előkerülni. Talán nem Magyarországról. És akkor ugye most már elérkezünk szép lassan az autópályákhoz, ahol hát a legszorosabban működtem együtt végül is Ferivel. Ugye említettem, hogy Ferinek az ökológiai munkásságát, hát egy kiemelkedő cikkére hívnám fel a figyelmet, ami 1986-ban jelenik meg az a cikk, aminek a címe körülbelül az, hogy néhány pastetű faj nem várt elterjedési területének nem várt északra tolódása és a klímaváltozás lehetséges hatása. Tehát 1986-ban írt ilyen témakörben, ilyen címmel Feri cikke. Illetve hát ehhez kapcsolódóan ugye el kell mondani, hogy a klímaváltozás, mint említettem, egyik fő kutatási területe volt, és hát ezzel összefüggésben hát évtizedeken át nézte az EPF a pastetű északra terjedését, illetve terjedését Magyarországban, illetve a szomszédos országokban is. Itt ezzel az EPF a pajzstető nagyon alkalmas volt olyan szempontból, hogy így az utak mentén viszonylag könnyen lehetett nagy állományokat találni, és a téli mortalitás jól vizsgálható, egyszerűen az elhalt, illetve a túlélő állatok tavaszi vizsgálatával. Tehát igazából úgy gondolom, hogy ez a két dolog már jelzi Ferinek a hogy mi vezethette az autópályás projektnek a megszületéséhez, mi vezethetett. Ugye Feri mindig rovarhőmérőnek mondta azt, hogy hát milyen jó lenne, hogyha az autópályák, mint standard körülményeket biztosító élőhelyek mellett végzett vizsgálatokkal, hát a klímaváltozást mennyire jól lehetne detektálni. És hát hogy erre milyen jó a lehetőséget kínálnak az autópályák. Ugye ő mindig egy ilyen
Brüsszel, Athén, illetve Róma, Kijev tengerében gondolkodott, ami hát értelmezően Magyarországon kereszteződne. Mégis 2010-ben Ferinek már volt egy olyan pastetves otka témája, ahol kifejezetten az utak és a strádára volt kihegyezve, és hát végül is ő ajánlotta föl nekem, hogy hát mi lenne, hogyha kidolgoznám ezt egy ilyen több taxonos, a régi több taxonos almán, illetve gabonafélékkel végzett kutatások mintájára egy ilyen sok taxonos vizsgálatot dolgoznék ki az alkotópályára, illetve hát félig meddig ennek az alapjait hát ő már le is fektette. És hát így kerültem én ebbe, ugye beszéltünk segítőkészségéről, hát tulajdonképpen ez is annak a jele volt, hogy az első pillanat rendetlenség nélkül tulajdonképpen az ötletét hát átadta nekem, hogy valósítsam meg én, és hát alakítsam a saját számízje szerint. Néhány szót talán ennek, néhány pillanatfelvétel erről a projektről, ami hát minket Ferivel az utóbbi években ugye erősen összekötő, és az autópályák mentén két kolléganővel, akik hát az utóbbi időben Ferivel pastefeken is dolgoztak, egy már fél mondig utódainak tekintették, illetve hát itt látható, hogy milyen élőhelyeken is történtek ezek a gyűjtések, illetve hát ez a két transzfekt, amit hát ez a vizsgálat fölül lehet, illetve itt látható, hogy mégis milyen környezetben vannak ezek az élőhelyek. Nyilván nem akarom én itt ezt az autópálya projektről részletesebben beszélni, de csak tényleg a néhány slágvortot az eredményekről. Ugye nem véletlenül a pajstetvekből indult ki ez a vizsgálat, illetve elsőként Nagy Barnáttal együtt kezdett ennek neki Feri. Ugye ez egy nagyon jó választás volt, mert ugye a szöcskék, sáskák ugye nagy termetű, viszonylag mozgékony állatok, ugye ez nagy kontrasztban vannak ugye a pastetvekkel, amik ugye kicsik és hát helyhez kötöttebb életmódot élnek. Gyakorlatilag a kísérlet, hát a vizsgálatok 6 éve alatt Feri a hazegi pastetű faunának több mint 60%-át mutatta ki autópályák mellől. Hát ami megdöbbentően nagy arány, és egyes helyeken a fajgazdagság tényleg akkora, mint a védett természeti területeken. Ugye az egyenes szárnyaknál a fauna 36%-át találtuk meg, illetve találták meg Nagybarnáék eddig. Itt már valószínűleg azért elértük a telítési görbének a tetejét, hogy már nehezebben jönnek új fajok. De mondjuk érdekes szám, mert megdöbbent az is, hogy akár a kabócáknál egy év alatt egy év ültése volt feldolgozva, a teljes faunának a 34%-át 186 faj mutattunk ki. Mégis nem ez a leadás tárgya, úgyhogy nem is mennék ezen végig. Ezután is köszönöm azoknak a kollégáknak, akik ebben a projektben mindenféle határozást, különböző taxonoknál segítséget nyújtottak. Illetve még azt szeretném azért megemlíteni, hogy rengeteg védett, illetve faunára új faj is került elő. Például pajstetűből 18 fajat először az autópályák mellől írtunk be, amiből 9 azóta is csak innen ismert. Jó, még néhány szót úgy érzem szólni kell arról, hogy hát úgy érzem, hogy Feri halálával hát nem csak Feri halála miatt, de Feri halála miatt teljesen hát hirtelen és hát visszavonhatatlanul egy korszak mindenképpen véget ért a Növényvédelmi Kutatóintézetben. Én ezt úgy fogalmaznám meg, hogy az a korszak ért véget, amit talán leginkább a Szerényi Gusztáv közvetlen örökségét közvetlenül továbbvívő kollégák jelentettek, ugye, akik közül hát néhányan már nincsenek is köztünk, de hát ugye ez a korosztály már elérte, a legfiatalabbak is
elérik a nyugdíjas kort, és hát sajnos a jogi szabályozás, illetve hát a környező feltételek miatt hát sajnos nagyon nem szépen, és hát a vártnál hirtelenek ül, de ez a vonat úgy látszik, hogy és az a hangulat, amit ez a társaság képvisel, mindenképpen hát az intézetben megszakadóban van. Ugye mi is jellemezte Szerényi Gusztávnak a koncepcióját, hogy minden oda kerülő embernek egyrészt egy-egy taxonnak a specialistájává kellett valamilyen szinten fauniszta parataxonomus szinten válnia. Másrészt meg ugye hát a gyakorlathoz kapcsolódtak nagymértékben a kutatások. És hát meg kell mondani azt, hogy nem tudom, hogy mi fog-e ennek a helyébe jönni, de az elég világosan látszik, hogy az a fajta széleskörű gyakorlati ismeret, ami Ferit is és még néhány kollégát jellemezte, a konkrét gyakorlati növényvédelmi ismeret az egyre kevésbé van és lesz jelen az intézetben, és hát egyre inkább csak hát szűkebb specialistákkal fogunk találkozni. Ezt azért említem meg, mert Ferinek az egyik állandó visszatérő koncepciója volt, amit hát lehet, hogy a világ haladott meg, nem tudom, de ő mindig is úgy képzelte, hogy a kutatóintézetben olyan szinten kell a növényvédelemhez érteni, hogy igenis betelefonáló gazdáknak hát valamiféle tanácsot tudjunk bármiféle fontosabb növényvédelmi területen adni. Hát ez a koncepció úgy látszik, hogy ez nagyon valószínűleg azért már megváltozik, illetve hát megváltozott. És hogy ne ilyen negatív hangulatban fejezzük be ezt az előadást, néhány mosolygósabb kép Feriről. Hát ilyennek szerettük látni. És hát talán még, hogy valami pozitívat mondjunk, hát úgy gondolom, hogy emberileg a hiányát semmiképpen nem lehet pótolni. De hát reméljük, hogy van néhány olyan fiatal utód, aki legalább a szakmai hagyatékának egy-egy szeletét hát tovább fogja tudni vinni.